jó ötletek nagy része úgy kezdődik, hogy egy kellemes társaságban, kreatív pillanatban egymásra nézünk, és úgy érezzük, de jó lenne, ha megvalósulna. Bizonyára veled is történt már számtalan hasonló, de nézzük, mi történik ezekkel az ötletekkel általában. Az egyik tipikus út, mely valljuk be, elég jellemző ránk magyarokra, hogy már az első pillanattól kezdve olyan gondolatok támadják, hogy hát ezt azért nagyon komplikált lenne megvalósítani. Vagy ha ez tényleg olyan jó ötlet lenne, valaki már tuti megcsinálta volna. És még sorolhatnám a miért nem típusú gondolatokat, melyek végül elnyomják a tervet, nem adják kibontakozni, és végső soron belenyugszunk, hogy ötletnek bár jó volt, de úgyse lenne foganatja. A másik alternatíva, hogy akkora lendülettel vágunk neki álmaink megalkotásának, hogy pillanatokon belül teleírt papírok hevernek mindenfelé, gondolataink messze járnak, viszont még hónapokkal, évekkel később is pusztán szemléljük terveink megvalósításának lehetséges lépéseit, ami néhányszor még akkor elégedettséggel is tölt el bennünket, mint ha valóban megcsináltuk volna őket. Hát az egyik célra vezető megoldás azt hiszem valahol a kettő között van, amit hívhatunk felelősségteljes tevékeny játéknak is. A mi játékunk ez volt. 2002-ben kezdődött, amikor a Műegyetem villanykari napok lelkes rendezőgárdájaként sétáltunk haza egy elhúzódó megbeszélésről. Már messziről láttuk a kollégium épületét, ahogy mint minden este az ablakok fényei véletlenszerűen fellekapcsolódtak, ahogy egyesek aludni tértek, mások pedig éppen rádöbbentek, hogy már nem nyújt elég világosságot a számítógépek monitora. A szokásos kép viszont ihletet adott, sőt, egymásra nézve elhittük, világítani fog. Feltérképeztük a lehetőségeket, elkezdtünk tervezni, és néhány hónap munkája után létrejött 500 ember személyes életteréből teljesen automatizáltan Közép-Európa egyedülálló épületgépészeti látványossága, egy 18 emelet magas, 208 képpontból álló óriás kijelző, amely a mai napig kitartó fejlesztéseknek hálapályája során megjárta az ABC National News műsorát, és 2010-re már színesben villogott. Életem is arról szól, hogy az én életem is arról szól, hogy igyekszem a teendőim és az elém táruló kihívások minél nagyobb részét tevékeny játékká transformálni. Így teljesítettem a hosszú távú triatlont és váltam Ironman-né, lettem tudásmenedzsment tanácsadó, és még sorolhatnám. Ha egy új alkotó gondolatunknak úgy adunk teret, hogy egy védett burokba helyezzük, ahol kedvünkre eljátszhatunk vele, akkor kellőképpen megerősödhet ahhoz, hogy végtére kiállja a külső tényezőkből adódó akadályok nehéz próbáit. Az igazi elhatározás, hogy erre a színpadra szeretnék lépni, az volt, hogy kedvet adjak tehermentesen, de felelősségtudattal valóban nekivágni, akár elérhetetlennek tűnő céljaid megvalósításához is. Ha hazaérsz erről a konferenciáról, keress elő egy régi álmodt tervet. Játsz vele, képzeld el, és világítani fog. Ha megvalósult és van kedved, mindenképpen szólj, szívesen elmegyek megnézni. Köszönöm.